Oroszországot és Vlagyimir Putyin orosz elnököt felelősségre kell vonni az ukrajnai háború során elkövetett bűncselekményekért, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Nemzetközi Agressziós Bűncselekmények Kivizsgálásával foglalkozó központ létrehozásával kapcsolatban szombaton kiadott brüsszeli közleményében. A politikus hangsúlyozta, hogy egyre több bizonyíték áll rendelkezésre a polgári lakosság, valamint az energia és egyéb infrastruktúra elleni közvetlen orosz támadásokra. Azt is bizonyítani lehet, hogy az orosz erők kínzásokat alkalmaztak, szexuális erőszakot követtek el, és kivégzéseket hajtottak végre, és még a gyermekeket sem kímélték, emelte ki az Európai Bizottság elnöke. Mint fogalmazott, az Európai Unió támogatja a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények, például a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai központú nemzetközi büntetőbíróság munkáját, ugyanakkor egy külön bíróságra van szükség az orosz agresszió során elkövetett bűncselekmények kivizsgálására. Az Európai Unió partnereivel együtt továbbra is azon fog dolgozni, hogy Oroszország megfizessen az elkövetett bűncselekményekért, tette hozzá Ursula von der Leyen.